30 éve alakult meg a Kós Károly Egyesülés, Makovecz Imre, Kampis Miklós és Kálmán István alapító emberek gondolatai, elképzelései alapján, amely először a magyarországi szerves építészet képviselőit, majd igazából a szerves gondolkodás képviselőit tömörítette magába. A kiállítás az tulajdonképpen két gyökerű. Az egyik a magas oszlopokon lévő függőleges zászlókon, azok az archetípusok, előképek vannak bemutatva a külső oldalon, 12 tablón, amely azt az építészeti szellemi gondolkodást ábrázolja, amiből az Egyesülés táplálkozik. Belül az alapítóknak, illetve a 60-as évektől a Kós Károly Egyesülés megalakulásáig, 1989-ig tartó munkásságának a képei vannak kitéve, és lent az alsó gyűrűn az Egyesülés tagszervezeteinek, építészeinek lehetőleg az aktuális, a rajzasztalon lévő munkái, megépült házak, tervek vannak ábrázolva. Lágy a táj, gyöngy az est, tömött fonott falom, hegyek párája lesz a halmokon, s dalom. A mostani kiállításnak is gyakorlatilag, ahogy Miklós itt el is mondta, hogy elékezett, úgy éreztük belülről, hogy az Egyesülés a 30 évével elékezett egy olyan fordulóhoz, hogy fontos az, hogy az a szellemiség, az a gondolkodásmód, az az érzés, amit mi akkor kaptunk, aki ezt újra szárnya kapjon, és remélem a ma esti animációban, ami egy fényfestés itt a sziklafalon, szintén életre is kap filmes formában is, egy főnix madár módjára repülni fognak a házaink között.